Egy amerikai demokrata képviselővel tárgyalt a napokban Budapesten több magyar baloldali politikus is. Az Origo azt írja, Jason Crow köztudottan háborúpárti politikusnak számít az Egyesült Államokban, és azzal a feladattal érkezhetett Budapestre, hogy fokozza a magyar kormányra nehezedő nyomást. A háborúpárti amerikai nagykövet David Pressman és a magyarországi baloldal erősítésére váratlanul megjelent Budapesten egy amerikai demokrata képviselő, Jason Crow, erről írt az origó. A portál szerint a politikus azzal a feladattal érkezett hazánkba, hogy nyomást helyezzen a magyar kormányra annak érdekében, hogy Magyarország is csatlakozzon a háborúhoz, megszavazzon minden Oroszországgal szembeni szankciót, pénzügyi támogatást és fegyverszállítást Ukrajnának. Az origó emlékeztet, Jason Crow korábban Kijevben találkozott Volodymyr Zelenszkijel. A tárgyalást követően pedig úgy fogalmazott, idézem, a találkozó középpontjában a fegyverek, fegyverek és fegyverek álltak. A demokratapárti politikus ezután arról beszélt, alig várja, hogy elkezdhessen dolgozni azért, hogy Ukrajna megkapja a mintegy 33 milliárd dolláros fegyverzeti támogatást. Az amerikai politikus a napokban Budapesten hazai baloldali politikusokkal egyeztetett. Tárgyalt például Gyurcsány Ferenc feleségével Dobrev Klárával, de találkozott a Momentum EP képviselőjével Donát Annával is. Az origó úgy fogalmaz, nem véletlenül ezeket a politikusokat rendelte magához Jason Crow. A portál szerint az amerikai képviselő a hazai baloldalt használja eszközként nyomásgyakorláshoz a magyar kormányra, hogy hagyjon fel a békepárti álláspontjával. Nem fog véget érni a külföldi beavatkozási kísérlet, ebben biztosak lehetünk. Az Európai Parlament és az önkormányzati választások közelettével egyre jobban látszik, hogy a tavaihoz hasonlóan jövőre is megpróbálnak majd külföldről beavatkozni a magyarországi választásokba. Erről beszélt a Kossuth Rádióban a 21. század intézet elemzője. Nagy Ervin kifejtette, a baloldal várhatóan jövőre is külföldről vár majd segítséget, amiért cserébe a magyar emberek érdekei helyett a külföldi finanszírozóknak megfelelő politikát folytatnának. Ha abból indulunk ki, hogy a következő választásokon az ellenzék civil szervezetekbe akar rendeződni, és erről most már nyíltan beszélnek, sőt, Donát Anna civil szervezetet hozott létre, Márki Zaj Péter arról beszél, hogy a pártja mellett fenntartja a civil szervezetet, és így tovább még sorolhatnánk, akkor ebből kiindulva is ismételten arra készülhetünk, hogy kiátszva a pártörvény, kinyitva a kaput, megpróbálnak külföldi pénzeket becsatornázni a választásokba. Nagy Ervin szerint a külföldi pénzekből külföldi befolyást akarnak szerezni. Ehhez asszisztál a hazai baloldal, amikor elfogadja ezeket a guruló dollárokat.